Üdvözlöm Önöket! Ma is sok érdekes programmal készültünk, tartsanak velünk, már is mondom a részleteket. Nagy nap lesz szerdán a Miskolci Állatkert életében. Ekkor mutatkozik be nyilvánosan a Vadas Park perzsa leopárd kölyke. A még kicsike nagymacska december 16-án született és január 17-én szerdán délelőtt 11 órakor lesz az első állatorvosi vizsgálata, amire várnak minden érdeklődőt. Mivel a kölyköt anya gondosan, ám egyelőre a látogatók előrejtve neveli, ezért most lesz először lehetőségük az érdeklődőknek, hogy megismerhessék a leopárd kölyköt. A komoly zene kedvelőit várja a Zenepalota január 18-án csütörtökön este 7 órakor. A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangforrás bérletének A előadása lesz hallható. Műsoron szerepelnek Mozart, Széchenyi Imre, Liszt, Sanssons művei. Vezényel Philippe de Chalandá, közre működik az Egri Pertis zongora duó. Szintén ígéretes programnak tűnik a Művészetek Háza előadása. Január 18-án, vagyis csütörtökön este 7 órától láthatják az érdeklődők Szabó Magda, az Ajtó című színművét, Hegyi Barbara, Nagyváradi Erzsébet, Perjési János és Nagy Enikő szereplésével. A történetben az Ajtó az összekötő, amely a budai villában lakó írónő és a főszereplő Emerenc kibontakozó barátságának hátterében igazi rejtélyként jelenik meg. Ez ugyanis nem csak a házvezetőnő lakását választja el a kívülállóktól, de számtalan más dolgot is elzár és eltakar. Ha Önöket érdekli a középkori betűvetés, akkor január 20-án szombaton a Diósgyőri várban a helyük. Nagy Lajos király egykori udvarában a betűvetés mestere megismerteti a vendégeket az iniciálé történetével és a középkori kódexek világával. Délelőtt 10 és délután 4 óra között a borozóban próbálhatják ki az érdeklődők a középkori írás művészetét. Kedves nézőink, ennyi fért a mai programpontba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket kedden is a híradó után. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Calvin Klein Arena Plaza.